A mai videóban a skalpolásról lesz szó, többen kérték, hogy erről is legyen egy videó, így most ez a kívánság is teljesül, hogy pontosan hogy is néz ki ma a skalpolás, és milyen módszer szerint érdemes ezt elkezdeni, erről lesz szó a következő percekben, egy rövid intro után jövök a részletekkel. A skalpolás röviden annyit jelent, hogy alacsony idősíkokon szinte ki is beugrálunk a piacon, pár perctől akár órákig is tarthatjuk a pozinkat, és nagyon pici pip értékekre hajtunk. És ezt ismételgetjük akár naponta többször is. Erről a kereskedési módszerről tudni kell, hogy elég időigényes és elég stresszes kereskedési forma, ez sem való mindenkinek, megfelelő technikai és mentális felkészültség nélkül nehéz lesz sikeresnek lenni benne. Itt nagyon gyorsan kell döntéseket meghoznunk, és ezt a fajta terhelést nem mindenki idegrendszere fogja bírni, ezért nagyon fontos, hogy a személyiségünknek és az életvitelünknek legmegfelelőbb kereskedési formát válasszuk, de azért ennek a kereskedési módszernek is komoly hívei vannak. Akkor szokás szerint átmegyek a chartokra, és lépésről lépésre bemutatom a saját módszeremet. Én így csinálnám, ha skalpoláshoz lenne kedvem, szóval folytatás következik a chartokon. Itt is vagyunk a MetaTrader 4 felületén, és a skalpolást ma ezen a felületen fogom bemutatni. Viszont mielőtt skalfodászatra adjuk a fejünket, érdemes pár kérdést tisztázni előtte. Például, hogy mely devizapárokra érdemes koncentrálni, itt felmerülhet a kérdés, hogy érdemes-e minden devizapáron skalpolni, vagy csak bizonyos devizapárokon, és hogy azt már egy korábbi daytrade-es videómban is említettem, csak azokra a párokra érdemes koncentrálni, amelyeknek a napon belüli mozgása a közel 100 pipet is meghaladja. Ezek a párok többnyire egzotikus dollárpárok, GBP párok, egyes európárok, indexek és arany. A második fontos kérdés pedig az időség megválasztása. Tudom, hogy sokan az 1 percesre és az 5 percesre gondolnak, amikor skalpolásról beszélünk, de majd azt is elmondom, hogy mi ezzel a gond. A harmadik pont pedig az én saját preferenciám, hogy a szinteket továbbra is meghagyom. Egyrészt fontos helyszínek, másrészt célárazás szempontjából is segítségünkre lehetnek. Akkor nézzük végig gyorsan a párokat, akik esetleg még nem látták a daytrade-es videóimat, hogyha napon belüli kereskedésben gondolkodunk, akkor mely devizapárokra érdemes koncentrálni, ez vonatkozik a daytrade-re és a skalpolásra, és ugye a cél az, hogy minél gyorsabban, minél nagyobb haszonra tudjunk szert tenni, és minél gyorsabban elérjük a rövid távú célárainkat, úgyhogy ezeket fogjuk gyorsan végigvenni. Első körben balról kezdve USA dollár indexel kezdek, ugye általában ezt arra használom, meghatározom, hogy a dollár erősödik vagy gyengül, tehát ez csak ilyen kis irányadó. Aztán mellette ott van az USA dollár mexikói pezó, USA dollár afrikai rand, USA dollár norvég korona. Erről a három devizapárról tudni kell, hogy elég magas a letét igényük, és nagyon nagy mozgásokra képesek, tehát itt gyorsan nagy kárt is tudunk csinálni kisebb számlán, hogyha nem tudjuk ezeket a párokat jól kereskedni. És aztán a folytatásban itt vannak a GBP párok, GBP USD, GBP Japán Yen, GBP CAD, GBP AUD, GBP NZD, majd az EUR párok, EUR USD, EUR AUD, EUR NZD, az arany, a DAX és a NASDAQ. Ez összesen 16 pár, tehát ezekre érdemes figyelni, ezek azok a devizapárok és indexek, amik tényleg komoly mozgásokra képesek, és akár rövid távon nagyon gyorsan tudjuk elérni velük a célárainkat. Ha kiválogattuk a megfelelő párakat, akkor a következő lépés az, hogy meghatározzuk, hogy milyen idősíkon szeretnénk kereskedni, milyen időtávon. Én általában két idősíkot szoktam használni a napon belüli kereskedésre. A H1 adja nekem a szinteket és a fontosabb gyertyaformációkat, és aztán kisebb idősíkon a 15 percesen keresem és finomítom a belépőimet. Jó, akkor át is menjünk egy devizapára, és ott bemutatom a teljes folyamatot, hogy hogyan készítem fel a chartot a kereskedésre. Kiválasztjuk mondjuk a GBP-NZD órás chartját, és igazából itt két napra visszamenőleg behúzom a szinteket, a legmagasabb és a legmélyebb pontokat két napra itt van, két különböző színnel, hogy jól meg tudjam különböztetni, és a következő eszközön pedig a mozgó átlagok lesznek. Ezekre fogok mutatni két variációt, hogy hogyan alkalmazom a mozgó átlagokat, és milyen beállításokat használok. Annak idején tanultam egy nagyon jó technikát három mozgóátlag használatával, ezek a következők, az 5-ös, a 13-as és a 62-es, ezek mindig exponenciális mozgók, mert jobban rásimulnak az árfolyamokra. Megvan az időség, be vannak húzva a szintek, már csak a mozgóátlagok hiányoznak, azt pedig itt fent az eszköztárban tudjuk megtenni, itt erre a kis zöld keresztre kattintva. Itt ki lehet hozni, hogy trend, és akkor a trenden belül található a moving average. Amikor már egyszer beraktad, akkor már itt fönt is megjelenik, tehát utána nem kell bemenni újra a menübe. Tehát első körben akkor berakjuk mondjuk a 62-est. 62, ez lesz az én legmagasabb időségom, ezt kékkel szoktam jelölni. Aztán utána a következő, az pedig nem más, mint a 13-as, az általában zölddel szoktam jelölni.
és nagyon fontos, hogy mindegyiket exponenciálisra kell állítani, tehát itt a legördülő listából mind a hármat exponenciálisra kell állítani, ez azért jó, mert sokkal jobban rásimul az árfolyamokra, és jobban adja a jelzéseket, tehát megvan a 62, a 13, és az utolsó, az pedig nem más, mint az 5-ös, ezt pedig pirossal szoktam jelölni, és ennyi az egész, megvan minden eszközünk ahhoz, hogy elkezdjünk kereskedni. Ezeket a mozgókat kétféleképpen lehet használni, az egyik, hogy simán felrakjuk őket a chartokra, úgy, ahogy most is tettem, és akkor minden idősíkon az aktuális helyzetet mutatja. Ezzel is lehet boldogulni, de majd mutatni fogok egy kicsit furmányosabb módját, amiről lehet sokan még nem is hallottak, viszont szerintem zseniális. De előbb kezdjünk a hagyományos módszerrel, ha felraktuk őket, akkor a H1-en várunk, hogy kialakuljanak a folyamatok, és amikor látjuk, hogy valami indulgat, akkor lemegyünk a 15 percesre belépőket keresni. Ugye itt vagyunk a GBP-NZD órás chartján, és mielőtt belevágnék a konkrét stratégia ismertetésébe, egy pár szót arról, hogy hogyan érdemes használni ezeket a mozgó átlagokat, hogyan érdemes értelmezni, és tulajdonképpen a lényeg az az, hogy a 62-es mozgó átlagom adja a trendirányt. Tehát ha a 62-es mozgó átlag alatt van az árfolyam, akkor egyelőre short irányról beszélünk, ahhoz, hogy ebből long irány legyen, ahhoz itt fel kéne kanyarodnia a mozgó átlagnak, és ezeknek a kisebb mozgó átlagoknak pedig kereszteznie ezt a magasabb idősíkot, és tulajdonképpen visszateszt után lehetne nagyon szépen belépni, és meg lehet határozni rövidebb vagy akár hosszabb távú elmozdulásokat is. Amíg viszont ezt látjuk, addig csak tulajdonképpen egy visszatesztben gondolkozhatunk, és most éppen az látható, hogy én a reggeli órákban nyitottam itt egy pozíciót, mégpedig azért, mert az 5-ös meg a 13-as keresztezte egymást, és itt a visszateszt után a diszkont áron nagyon szépen felült az árfolyam erre a mozgó átlagra, és most éri el tulajdonképpen az elsődleges céláramat. Ugye majd itt beszélni fogok pontos célárazásról, hopp, kész is van, meg is történt, elraktuk a profitot, ilyenkor el tudjuk dönteni, hogy futunk tovább esetleg a pozival, vagy pedig lezárjuk és eltesszük a profitot, mert akár utána jöhet egy visszateszt is, bármi megtörténhet. Tehát az a lényeg, hogy pontosan konkrét szabályrendszereket kell itt is felépíteni, hogy mi alapján kereskedünk, meddig akarunk bent lenni a pozícióba, mekkora profit rátával akarunk dolgozni, és milyen stop és milyen kiszállási stratégiával. Annak idején, amikor elkezdtem kereskedni, nagyon népszerű kereskedési forma volt a skalpolás, ugyanis abban az időben lényegesen magasabbak voltak a napon belüli elmozdulások, tehát akár egy euró, USA dolláron is, akár 100-150 pipes napon belüli mozgásra volt képes, 10-20-30-50 pipet is simán ki lehetett venni egy napon belüli kereskedésben, ez ma már teljesen megváltozott, tehát teljesen mindegy, hogy milyen kis idősíkra megyek le, és régebben ezt ilyen 1 és 5 perces idősíkon csinálták ezeket a skalpolásokat, és ma már igazából teljesen mindegy, milyen idősíkon vagyunk, mert jól látható, hogy például itt volt a belépőm, ugye ennek az órás tehetőnek volt a belépője, 1-2-3 órán keresztül kellett ülnöm ebbe a poziba, hogy tulajdonképpen ez az elsődleges céláram teljesüljön. Igaz, hogy itt egy kicsit több pipet raktam el, mondjuk, mint 10 pipet, hogyha itt volt a belépőm, akkor nagyjából olyan 30 pip volt most ez a kereskedésem. Ettől függetlenül, tehát nincs értelme lemenni a kisebb idősíkra, mert az időtáv, hogy megcsináljon egy bizonyos mennyiségű pipet, az tulajdonképpen idősík független, tehát igazából minél magasabb idősíkon vagyunk, annál magabiztosabbak lesznek ezek a jelzések, és pontosabbak. Bár a skalpolást az alacsonyabb idősíkokhoz kötik, szerintem ez teljesen független attól, mert akár a 4 óráson vagy a naposon is lehet skalpolni, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogyha jó irányba kötsz és megfelelő időben, akkor jó beszállóknál tulajdonképpen te döntöd el, hogy meddig akarsz benne maradni, és mennyi profit után egyszerűen napon belül lezárod a kereskedést, ennyi a lényege, és minél magasabb idősíkon vagy, annál biztosabb lesz az irány és a jelzésrendszer is. Ahogy az előbb is említettem, ez a klasszikus módszer a mozgó átlag használatához, tehát hogyha simán felrakjuk így a chartokra, teljesen mindegy milyen idősíkon vagyunk, mindig az aktuális idősíknak megfelelő irányokat fogja mutatni, tehát hogyha felmegyek egy magasabb idősíkra, akkor még egyértelműbb lesz, hogy egyelőre ez még short irány, hogyha felmegyünk a 4 órásra, akkor jól látható, hogy még bőven a 62-es mozgó átlag alatt van az árfolyam, tehát addig, amíg ezek nem találkoznak együtt, nem mosódik össze, nem tudja keresztezni, addig semmiképp nem lehet long irányban gondolkozni hosszú távon, tehát ez azt jelenti, hogy ennek az esőtrendnek ez tulajdonképpen még egyelőre csak egy visszatesztje. Hogy ez meddig és hol fog elakadni, azt még egyelőre nem tudjuk, ugye vannak szintjeink is, tehát be lehet határolni, hogy mely szintekig várnám el első körben, de ez most nem lényeges, a lényeg az, hogy tulajdonképpen a másik módszer, ahogy lehet ezt használni,
majd mindjárt is bemutatom, de előtte mutatnék még egy lehetőséget, hogy hogy néz ki ez, amikor long irány van. Ha átmenjünk a GBP Japán órás chartjára, akkor itt viszont azt látni, ugye, hogy a japán párokban nagyon komoly felmenet volt az elmúlt időszakban, most órás chárton vagyunk itt is, és tulajdonképpen ez a long irány, amikor már a szint fölé tud emelkedni az árfolyam, minden mozgó átlag már tulajdonképpen a 62-es mozgó fölött van, és itt ezek azok a belépési pontok, ugye mindig arról beszélek, a diszkontár. És tulajdonképpen ezek a mozgó átlagok nagyon jól tudnak működni trendirányban. Ezekkel a mozgókkal egy bajom van, hogy amikor beoldalazik a piac, akkor viszont nem fognak tudni jó jelzéseket adni, tehát ezek a mozgó átlagok nagyon szépen tudnak működni trendirányban. Én ezért nem is nagyon használom őket, majd mutatok erre is példát, hogy utólag, amikor rátettem ezeket a mozgó átlagokat, tulajdonképpen megegyeztek az egykori belépéseimmel, függetlenül attól, hogy én ezeket nem használtam. A mozgó átlagoknak köszönhetően könnyedén kereskedjük ugye a trend irányba, amikor a szintek felett van az árfolyam, és ugye visszamegyünk ide a GBP/NZD-re, viszont nagyon szépen lehet kereskedni a shortokból való visszateszteket is. Nyilván ezeket mindig érdemesebb rövidebb távon kereskedni, de jól látható, hogy tulajdonképpen mennyire jól tervezhető, akár a szintek használatával, akár a mozgó átlag használatával, nagyon szépen be lehet határolni, hogy mettől meddig kereskedünk, és igazából ezért nem használom én a mozgó átlagokat, mert itt vannak a gyertyaformák. Én erre figyelek, hogy a piac mit mutat, hol vannak a momentum gyertyák, hol vannak a fontos szintek. Tehát én szinteket kereskedem. És én általában már itt ezekben a kis momentum fordulós gyertyákba is beszoktam lépni, be lehet húzni egy trendvonalat, és egyszerűen belépek én nagyon kicsi kockázattal, és kereskedek a következő szintig, és itt kiléptem volna, és itt ha jött volna egy fordulós alakzat, mint ahogy itt is jött, akkor mentem volna tovább, és itt az A, B, C, D alakzatban nagyon szépen le lehetett ezt kereskedni. Tehát nincs feltétlen szükség ezekre a mozgó átlagokra, ez kezdők számára, vagy esetleg akik jobban szeretik ezt, segíthet a kereskedésben, hogy meghatározni, hogy most jó irányba léptünk be, és jókor léptünk be, tehát ez egy jó alkalom, viszont nagyon sok esetben, főleg az oldalazós időszakokban nem mutatnak jól ezek a mozgó átlagok, ilyenkor érdemes tényleg csak a gyertyaformációkra, a szintekre, a trendvonaltörésekre, a szinttörésekre koncentrálni. A következő fontos kérdés, hogy milyen belépési és milyen kilépési stratégiát alkalmazzunk, és itt is rengeteg variáció létezik ezek meghatározására, és tényleg ez már megint egyéni preferencia kérdése, hogy ki meddig akar benne ülni egy pozícióban, mekkora profittal hajlandó megelégedni egy-egy kötésnél, és ennek függvényében kell meghatározni ezeket. Én három variációt fogok erre mutatni, hogy én hogy csinálnám. Az ilyen rövidtávú kereskedéseknél még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jó időzítésre, pontosan azért, hogy minél kevesebbet üljünk a mínuszban, és minél előbb érjük el a célárunkat, ezért ezeket a fordulókat, ezeket a diszkont árakat kell keresni mindig, amiről mindig is beszéltem, és itt óráson is nagyon szépen jelezte, hogy itt elindult újra az árfolyam felfelé, elért egy fontos szintet, lefordult, és aztán újra elindult felfelé, és itt el kell döntenünk, hogyha itt belépünk, akkor milyen kilépési stratégiát fogunk alkalmazni. Az első az lehet az, hogy konkrét pip összeget határozok meg, és általában a skalpolok azok olyan 10-15-20 pipeket szoktak általában eltenni, és utána lezárják a pozíciókat, függetlenül attól, hogy tovább megy az árfolyam, tehát ez az első módszer. A második módszer lehet az, amit én is használtam itt, ide raktam a take profitomat, hogy amikor eléri ezt a vonalat, a 62-es mozgó átlagomat, akkor itt adja el, itt már lényegesen magasabb volt ugye a profitom, tehát itt már 30 pip körül raktam el, és a harmadik módszer az pedig a szintek, tehát előbb-utóbb így is úgy is meg fogja csinálni ezt a szintet. Lehet, hogy ez már nem napon belül, tehát ez már egy hosszabb távú kereskedés is lehet, mert általában azért ekkorákat nem szoktak menni napon belül, 50-60-80 pipeket egy irányba, tehát az már nagyon komoly napon belüli mozgásra lenne szükség, de például ezek a devizapárok, mint a GBP/NZD, jól látható, hogy mekkora gyertyákat tud csinálni, és főleg a délutáni órákban, ami még nagyon fontos, hogy egész délelőtt tulajdonképpen nem történt semmi, és utána tulajdonképpen egy óra alatt megcsinálta a céláramat, tehát ez is egy fontos, hogy mikor akarunk kereskedni, mikor van időnk, és mikor van értelme kereskedni, mert általában mindig a délutáni órákban, tehát ilyen 2 óra után kezdenek megjönni a forgalmak, főleg a délutáni amerikai piacnyitás után, és ilyenkor érdemes kereskedni, viszont hogyha itt akkor nem lépek be délelőtt, akkor itt erről már lemaradok. Tehát ezért nehéz tulajdonképpen, mert egész nap figyelembe kell kísérnem az árfolyamot, hogy mi történik, és akkor kell belépnem, amikor ez kialakul. És ezt előre nem tudom megmondani, hogy ez délelőtt 10 óra, vagy délután 3 órakor fog kialakulni. És ezért nagyon sok időt vesz igénybe ez a fajta kereskedés.
Ha megnézzük magát a folyamatot, akkor tulajdonképpen a mozgóátlag segítségével is ugyanott fogok kiukadni belépés szempontjából, mint hogyha a mozgóátlag nélkül kereskednék, mert ugye volt egy lejövetelem, elérkezett egy fontos szintre zárfolyam, kinézett a sávból, visszajött a sávba, egy momentum gyertyába, én itt már beszoktam szállni, behúztam egy trendvonalat, tört a trendvonal, volt egy nyakvonalam, az is tört felfelé, és a visszateszbe be lehet lépni, itt volt az órás fordulós gyertya. Tehát ez nem kell mozgó átlag, ennélkül is be tudok lépni, sőt itt már sokkal előrébb be tudtam volna lépni, sokkal nagyobb profitra tudtam volna szert tenni, hogyha szintekig kereskedik, de ez egyéni preferencia. Ha valaki úgy érzi, hogy ennek is segítségére van, hogy itt az elindult folyamatokban szépen, amikor már áttört ezeket a szinteket, visszatesz, és akkor lehet kereskedni. És ugye az első módszer, kilépek egy fix pip mennyiségnél, kilépek a visszatesztbe itt a mozgó átlagnál, vagy pedig szinteket kereskedek meg, attól függ, hogy hol tart jelenleg az árfolyam. Az ilyen típusú kereskedéseknél ugye nagyon fontos a gyors belépés, hogy gyorsan elhelyezzük a take profitot is, meg a stopot is, mert amikor nagyon nagy lendülettel megy az árfolyam, akkor ezeket gyorsan be kell rakni. Erre van egy nagyon jó módszer a MetaTraderben, egy ingyen letölthető scriptet találtam annak idején, előtte be kell kapcsolnunk ezt az auto tradinget itt fönt, és utána van egy ilyen kis script, aminek a segítségével azonnal be tudjuk tenni a pozíciónkat, rákatintunk ide kétszer, és itt a beállításokba be tudjuk állítani, hogy hány pozíciót akarunk felvenni, milyen kötés mérettel, milyen take profittal és milyen stop losszal, és ilyenkor egyszerűen csak rányomunk, és már be is teszi nekünk a take profitot is. Ez egy nagyon jó scalp technikához, hogy igazából azonnal be tudjuk rakni, nagyjából tudjuk, hogy milyen stop mérettel dolgozunk, milyen célára, és például most itt, ha elindulna az árfolyam, akkor utána be is tudja tenni nekem ezeket a take profitokat, és nem kell kézzel húzogatnom, tehát ez egy nagy segítség tud lenni például a gyors kereskedésben. Tehát röviden összefoglalva az eddig látottakat és hallottakat, ugye az első lépés, hogy határozzuk meg egyáltalán milyen idősíkon akarunk kereskedni, kell egy magasabb idősík, amin figyeljük az irányokat, és akár választhatunk egy kisebb idősíkot, ami alapján be tudunk lépni, esetleg finomítjuk a belépőket. Itt például nagyon sok esetben az óráson, itt a szép fordulós gyertyák miatt nincs is szükség lemenni a kisebb idősíkra. A szintek használata az nem kötelező, de engem szokott segíteni, és a célárazásban is egy nagyon jó módszer, és látom azt, hogy hol akad el az árfolyam, tehát itt a mozgó átlag nem mutatta volna például, hogy hol akadt el az árfolyam, és honnan fog a visszatesz jönni, viszont itt vártam a lehetőséget, és nagyon szépen be is tudtam lépni itt a reggeli órákban, és aztán utána használhatjuk a mozgó átlagokat segítségképpen, a 62-est, a 13-ast és az 5-öst, mind a három legyen exponenciálisan beállítva, és ez alapján tulajdonképpen kétféleképpen tudunk kereskedni, vagy a short irányból való visszateszteket tudjuk kereskedni ennek segítségével, és akkor a célárazás ugye lehet pontos pip összeg, lehet szint, vagy lehet mozgó átlagoknak a találkozása. Ez is ez a három módszer, amivel én a kilépésemet szoktam meghatározni, és aztán ugyanezt meg lehet csinálni ugye long irányban is, hogyha átmegyünk a GBP USD-re, akkor pedig itt az látható, most itt mindjárt be is lépek csak kíváncsiságból, itt is van egy jó kis belépési lehetőség, benyomjuk, ennyi volt, tehát nincs szükség sokat variálni, egyszerűen csak rákattintunk, ráokézunk, és már benne is van a pozíciónk, benn van a stoppunk is, benn van a take profitunk is, úgyhogy ennyi az egész, és itt, hogyha kicsit összehúzom a chartot, egyértelműen látszik, hogy milyen irányban vagyunk, ugye, jól látható, hogy szintek fölött vagyunk, a 62-es mozgó átlag fölött vagyunk, és még a közelébe se jött az árfolyam, tehát egyelőre még mindig felfelé próbálkozik az árfolyam, és ilyenkor mindig ezeket a szakaszokat kell keresni, ahol felül az árfolyam, tehát a diszkont árat. Van egy elindult folyamatom, ugye itt is volt belépő, itt volt belépő, itt is egy lehetőség, ez már nem volt annyira szép, de tulajdonképpen mindig ezeket kell keresni, ahol az árfolyam ráül a mozgó átlagokra, és az, hogy az adott időszakban mennyire mélyen jön vissza, hogy visszajön esetleg egész idáig, vagy nem, az mindig azon múlik, hogy mekkora a tempó az adott piacban, de itt is gyönyörűen látszanak, hogy mennyire szépen tartják magukat ezek a mozgó átlagok, és itt vannak a momentum gyertyák is, tehát nem is kell nagyon nézelődni se, itt, hogy kicsit rá nagyítok jobban, akkor jól látszanak ezek a momentum gyertyák, amik általában egybeesnek valamilyen szintöréssel is, nekem be lehet húzni egy trendvonalat is, tehát ezért nincs szükségem ezekre a mozgókra, mert látom így is úgy is az irányt, és a szintek alapján jól lehet meghatározni ezeket a belépőket, és hogyha itt tovább megyünk, akkor ugye itt is itt volt a belépő, ahol így össze simul a két mozgó átlag, és ezeket itt trendvonalon nagyon szépen itt is meg lehetett határozni, itt bármelyik órás gyertyában be lehetett lépni, tehát alapvetően nincs szükség ennél kisebb idősíkra menni. A másik nagyon fontos, amit még nem beszéltünk, ugye, az pedig az,
hogy amikor lemegyek mondjuk egy 1 percesre vagy egy 5 percesre, annak azért nem látom értelmét, mert tulajdonképpen ki kell termelni magát a spreadet is. Tehát, hogyha mondjuk olyan devizapárokon kereskedünk, mint például mondjuk ezek a GBP, USD, vagy pedig az extrém devizák közül mondjuk egy USA dollár, norvég korona, ott azért magasabb spreadekre lehet számítani, tehát ott nem lehet 10 pipben kiszállni, mert abból 3-4 pip lesz lehet a spread, és akkor azt le is kell dolgozni. Tehát ezért kell nagyon jól meghatározni a célárainkat, és lássuk azt, az adott devizapáron mekkora lehetőségek vannak felfelé, már csak azért is, hogy lássuk azt, hogy egyáltalán van-e értelme belépnünk, mert hogyha mondjuk most 10 pipet akarunk kiszedni, és abból 3-4 a spread, és körülbelül 15-20 pipre vagyunk egy következő szinttől, akkor nem biztos, hogy be kellene lépni. Viszont itt azért jól látható, hogy akár, hogyha csak a szintig, ahonnan lejött az árfolyam, ugye mindig célárba ezt is meg lehet határozni, hogy visszatesztek után mindig onnan, ahonnan lejött az árfolyam, az lesz az elsődleges célára, és akkor ezek lényegesen nagyobb profitok lesznek, mint mondjuk 10 pip. Tehát én a 10 pipet biztos, hogy nem bántanám, tehát én szeretek azért napon belül a lehető legtöbbet kihozni ebből, és első körben azt mondanám, hogy ez legyen a célára, mindig az adott szint, ahonnan lejött az árfolyam, és ezeket többnyire meg is csinálja idővel. Ugye magára a belépésekre sok variáció nincsen, mert ott mindig ezeket a szituációkat kell keresni, ezek a legjobb belépési lehetőségek. Ha ezekről lemaradtunk, akkor már nem futunk a piac után, hanem megvárjuk a következő visszatesztet. Tehát mindig ezeket kell keresnünk. És innentől kezdve, hogy valaki mikor száll ki, az már teljesen egyéni preferencia, időtáv, mekkora profittal elégszik meg, mennyi ideig akar benne lenni pozícióban, milyen szintek alapján határozza meg a döntéseit. Ez mind egyéni preferencia kérdése, erre fel kell építeni stratégiát, de jól látható, hogy ezeknek az eszközöknek a segítségével, akár csak a mozgó átlagot használva, nagyon szépen lehet tervezni, és jól mutatja ezeket a belépési helyszíneket. És hogyha most átmennék egy rakás másik devizapára, ott is hasonló szituációkat látnék, tehát itt vannak ezeknek a szinteknek a környékén, megvan az óráson is, hogy mi az irány, mert a 62-es mozgó átlag alatt vagy felett vagyunk, és ennek megfelelően ezeket a diszkontárakat kell keresni, és óráson gyönyörűen be lehet lépni. Én azt gondolom, hogy ennél kisebb idősíkra sok értelme nincsen menni, és itt, hogyha megnézzük a pozíciómat, ugye most így beléptem, itt jó eséllyel akár meg is csinálhatja, már megint az órás gyertyák nagyon szépen fölé zártak itt a mozgó átlagoknak, és lehet, hogy a nap végére akár meg is csinálhatjuk ezt. Meglátjuk, hogy meddig jut el, most már ezt hagyom futni, és a nap vége előtt mindenképp ki fogok lépni. Ugye az előbb beszéltem, hogy ez a klasszikus módszer a mozgóátlagok a használatára, tehát ha ezt felrakjuk, akkor tulajdonképpen minden idősíkon láthatjuk a hosszú távú és a rövid távú folyamatokat is, és akár kisebb idősíkon tudjuk finomítani a belépőket, viszont mutatni fogok még egy érdekes módszert, amiről lehet, hogy sokan még nem is hallottak, ha visszamegyünk a GBP-NZD órásra. Ott például meg lehet azt csinálni, hogy én azt mondom, hogy az órás időség nekem a mérvadó, az irányadó, de mondjuk én a kisebb idősíkokat szeretem figyelni, mondjuk a 15 perceseket, és akkor meg kell nézni, mert hogyha most én lemegyek a kisebb idősíkra, akkor már nem ezt a szituációt fogom látni, hanem ugye lemegyek a 15 percesre, ott már elindult folyamatokat fogok látni. Ez is segítségünkre lehet, viszont amikor célárazás van, akkor azt mondom, hogy amikor visszateszt van, meg tudom azt csinálni, hogy például az órás idősíknak a mozgó átlagait beállítom úgy a 15 percesre, hogy a 15 percesen lássam ugyanezt. Például ez azért lehet érdekes, mert hogyha kisebb idősíkon finomítani szeretném a belépőket, és azt mondani, hogy például az órásnak a 62-es mozgó átlaga legyen a célára, tehát én tulajdonképpen ezt a szakaszt, ha itt elindult folyamatok lesznek, akkor ezt a távolságot szeretném lekereskedni. Viszont ezt csak úgy tudom megtenni, hogyha mondjuk mindig a kisebb idősíkon van a csártom, mondjuk a 15 percesen, akkor az óráson nem látom, hogy hol van a célára. Ezért meg tudom azt csinálni, hogy a 15 percesre átviszem ugyanezeket a beállításokat, és tulajdonképpen látom a folyamatot is, meg látom a céláramat is a kisebb idősíkon, így nem kell váltogatnom a két idősík között állandóan. Nem tudom, hogy ez mennyire volt érthető, de hogyha itt lemegyek a hagyományos beállításnál a 15 percesre, akkor ezt látjuk, hogy már itt a 62-es vonal fölött van az árfolyam, viszont én már csináltam egy előző beállítást M15-ön, úgyhogy beállítottam az órás mozgó átlagokat, és akkor viszont már ezt látni. Tehát ugyanazt látom, hogy látom a 15 percesen is az órás céláramat, ezt a 62-es mozgó átlagot, tehát ugyanaz lenne, mintha az órás csártot nézném, viszont én ezt a 15 percesen meg
meg tudom csinálni. Ezáltal folyamatosan itt tudom tartani a figyelmemet a 15 percesen, és ha látom ezeket a szép belépőket, ugye elindult folyamat, diszkontár, itt már be lehetett lépni, gyönyörűen fölé zárt az árfolyamnak, és meg lehet csinálni a céláramat. És gyönyörűen meg is csinálta ezt a céláramat. Ennek a kis trükknek a segítségével nem kell két idősíkot figyelnem, és nem kell váltogatnom az órás és a 15 perces csártok között, hanem egyszerűen a kisebb idősíkon hagyva a csártokat, látom az órás folyamatokat, látom az órásnak a célárát, és nagyon szépen tudom tervezni, hogy itt belépek diszkontáron, nagyon szépen megmutatta magát, hogy itt a két mozgó árlagnál elindult felfelé az árfolyam, és aztán tervezem a célára mégpedig az órásnak a 62-es mozgó átlagáig. És ez már önmagában egy nagyon szép profit tud lenni, és ezt úgy tudom megtenni, hogyha visszamegyek az órásra, akkor azt kell csinálni, hogy itt az órásra rákattintok a mozgó átlagokra, és azt kell megnézni mindig, hogy melyik idősíkról, melyik idősíkra szeretnék leváltani, és ezt bármelyik idősíkkal lehet kombinálni. Tehát, hogyha az órást akarom megcsinálni, ez azt jelenti, hogy 60 perc, és hogyha lemegyek a 15 percesre, akkor pedig azt jelenti, hogy a 60-ban a 15 megvan ugye négyszer, tehát ezeket a mozgó átlagokat a jelenlegi számokhoz képest felszorzom négyjel. És ezeket tudom beírni, ezeket fogom beírni, és utána, ha ez megvan, akkor ugye már az óráson már nem jót fog mutatni, viszont a 15 percesen fogja mutatni a jókat. És hogyha itt beszorzom, visszamegyünk a 15 percesre, akkor itt vannak, hogyha beszorozva, akkor itt 248 lesz a 62-es, akkor a 15-ös, bocsánat, 13-as, az lesz pedig a 52, és az 5-ös az pedig 20-as, mert 4x5 az 20. Tehát így lehet tulajdonképpen ezzel a trükkel megcsinálni azt, hogy a kisebb idősíkon is látom a nagyobb, hosszabb távú folyamatokat, és ennek megfelelően tudom tervezni, hogy ez most csak visszatesz, vagy pedig már long irányú trendben vagyunk, és látom a magasabb irányokat is, és így nem kell különösebben váltogatnom a csártok között. Ez annak idején nekem egy zseniális trükknek tűnt, nagyon sokáig használtam is, de nekem egy bajom van a mozgó átlagokkal, egyrészt, hogy oldalazásban nem működnek túl jól, a másik, hogy elviszi a figyelmet, és igazából nem a csártokat figyelem, hanem a mozgó átlagot, és nem figyelek oda, hogy az milyen gyertyák alakulnak ki, milyen szintek környékén vagyunk. Tehát én ezeket szeretem jobban, amikor visszajön a sávba az árfolyam, tehát itt van egy előző szintem, és itt gyönyörűen mutatja magát, hogy itt már be lehet lépni. Ide be lehetett húzni egy trendvonalat, be lehetett lépni, és akár eddig a szintig kereskedni, ami akár lehet, hogy egy egész napos kereskedés volt, de akkor is megcsinálta a szintemet. Számomra sokkal tisztább maguk a mozgó átlagok nélkül, sokszor már előbbet tudok lépni a mozgó átlagok nélkül, mint hogyha mozgó átlagot használnák. Sok esetben, amikor már itt jelez, akkor már sokszor már kicsit később belépni. Vannak szituációk, amikor nagyon jól működik, de vannak szituációk, amikor én kicsit előbb is be tudok lépni, hogyha nem használok mozgó átlagot. Volt még egy kereskedésem a délelőtti órákban, még pedig az USA dollár mexikói pezón. Ott itt léptem be, nem tudom mennyire látszik, ahol ráhúztam. Itt is lehetett kereskedni, itt viszont már kicsit későn léptem be, mert ez már a hajnali órákban megtörtént. Tehát, hogyha kicsit visszakicsinyítem, csak hogy jobban látszódjon a folyamat, hogy milyen szépen elindult folyamatok vannak, és megint a fontos szintek környékén, ugye itt van a tegnapi szintnek a legmélyebb pontja, legmagasabb pontja, és visszajöttünk, hova jöttünk vissza, egy két nappal ezelőtti sávba, ez pedig a piros vonal. De ugye mindig azt keresem, hogy van egy belső nyakvonalam, van egy nagy lejövetelem, van egy belső nyakvonalam, ezek a szintek törnek felfelé, és aztán szépen így elindul az árfolyam. És nagyon szépen le lehetett kereskedni, itt beléptem, ugye itt is mi történt, már felült, már volt egy visszatesztem, volt egy nyakvonaltörésem, és itt igazából visszateszt után lépek be. Tehát ha magát, ezt a folyamatot megnézzük, hogy van egy belső nyakvonalam, egy dupla kis ajnak is lehet mondani, törik ez a szint, felfelé visszateszt, és aztán be lehet lépni. Tehát ehhez nincs szükségem már mozgó átlagra, viszont akinek a szeme még nem állt rá, annak segítség lehet, és akkor én itt annak idején, reggeli órákban, itt léptem be ebben a gyertyába, ez már egy kicsi belépő volt, de ez már hajnal 8 órakor, vagy reggel 8 órakor történt igazából, és aztán első körben idáig kereskedtem. Hát nagyjából én ezt a módszert használom, itt igazából tényleg egyénileg személyre lehet szabni, hogy kinek melyik módszer működik a legjobban. Sajnos a skap sem a régi már, mivel régebben tényleg pár perc bentlit után ki lehetett szállni, akkor a mozgások voltak. Ma viszont a napon belül mozgások igencsak visszaestek, ezért a nap nagy részében, főleg a délelőtti órákban van, hogy semmi sem történik, amíg az amerikai piac ki nem nyit. De mivel nem tudhatjuk, hogy a jó setupok mikor alakulnak ki, ezért szinte egész nap a gép előtt kell lennünk, ha nem akarunk lemaradni.
Én ezért nem kereskedem már napon belül, mert számomra az idő sokkal fontosabb. A másik, hogy a skalpolással nehéz lesz kivédeni a kereskedési kényszert, mert folyton nyomkodni szeretnénk. Az előbb mutattam egy scriptet, aminek a segítségével tulajdonképpen nagyon gyorsan el tudjuk helyezni a pozíciónkat, take profittal és toppal is. Ugye még a MetaTrader-en egy scriptre volt szükségem ahhoz, hogy ezt meg tudjam csinálni, addig az XStation felületén simán be van építve ez a funkció. Annyi a dolgunk, hogy itt be kell kapcsolnunk ezt a funkciót, hogy SL és TP. Itt meg tudjuk határozni, hogy mekkora stoppal és mekkora take profittal akarunk dolgozni, és egyszerűen, amikor belépünk, akkor nyomunk egy longot mondjuk, akkor automatikusan beteszi mind a kettőt, tehát ez nagyon fontos és nagyon jó kis hasznos funkció szintén az XStation felületén, ami gyárilag be van építve, ezt csak így a érdekességképpen akartam megmutatni, hogy ennyivel is többet tud maga ez a felület. És végezetül visszatérve még egy kicsit a MetaTraderhez, szeretnék mutatni egy-két olyan jelenleg is futókötésemet, amire ráraktam ezeket a mozgó átlagokat, csak hogy lássam, hogy hol léptem be, és jól látható például az Euró Japán 4 órás csártyán is, jóval a mozgó átlag jelzése előtt, mert nekem a szintek sokkal fontosabbak, de a lényeg az az, hogy itt is nagyon szépen mutatja magát, hogy ugyanazok a belépések, amit a mozgó átlag mutat, az nagyjából megfelel azzal, ahogy én általában beszoktam lépni. Azért, mert tudom azokat a spottokat, azokat a helyeket, ahol érdemes belépni, időzíteni a belépőket, és ez az egyik legfontosabb, és ha valaki esetleg ennek a segítségével esetleg jobban tudja majd azonosítani a jó belépőket, akkor azt mondom, használja ezeket a mozgó átlagokat, és aztán ezzel be tudja gyakorolni tulajdonképpen. És hogyha átmegyünk még egy-két devizapárra, a GBP Japán, itt is gyönyörűen itt voltak a belépőm, és itt indult el a hosszú távú folyamatom. Ez még jelenleg is fut, ez egy novemberi kötésem, és a mai napig fut ez az árfolyam, úgyhogy itt vannak azok a jó belépők, és itt mutatja magát, hogy mennyi ideig benne tudunk lenni egy hosszú távú trendben, és ez teljesen mindegy, hogy milyen idősíkról beszélek, amíg a 62-es mozgó átlag nem sérül lefelé, addig biztos, hogy nem kereskednék shortban, tehát ezt hosszú ideig bent tudjuk tartani, és ezáltal kicsit több profitra is szóért tudunk tenni, hogyha követjük ezeket a mozgásokat, és amíg 62-es mozgó átlagot nem éri el, nem tesztel vissza az árfolyam, addig biztos, hogy nem lépnék ki belőle. És akkor még végezetül megnézzük a GBP CHF-et, itt is hasonló a történet, itt is itt léptem be, itt az előző nagy elmozdulások előtt, napos csárton vagyunk, és itt is pontosan ott léptem be, ahol elindult az árfolyam, tehát ehhez nem kellett nekem a mozgó átlag, és érdekességképpen mindig ott lépek be, ahol a mozgó átlag is jelezne. És akkor végezetül van még egy, az NCD CHF, itt is nagyon szépen mutatja, hogy itt léptem be ebben a 4 órás gyertyában, ebben a gyertyában, de már óráson beléptem, és itt is a trendvonal, a szintek és az alakzatok mutatják magukat, tehát nincs szükségem magára a mozgóátlagra, ez csak egy plusz információ, de nekem bántja a szememet, sokkal jobban szeretem a tiszta csártot, és így ennek köszönhetően tulajdonképpen le tudtam ellenőrizni, hogy ahol én beszoktam lépni, az mennyire felel meg ezeknek a mozgóátlagoknak, és szinte teljesen ugyanott léptem be. Ezzel a mai videó végéhez is értünk, igyekeztem minden fontos infót átadni a skalpolás témával kapcsolatban, nyilván lehetne még erről bőven beszélni, de a lényeget szerintem elmondtam, a többi meg már egyéni preferencia, hogy ki hogy szeretne napon belül kereskedni. Én ezeket a bemutatott módszereket használnám, ha skalpolni szeretnék, sikerült a videó közben egy valós kereskedést is bemutatni, úgyhogy nem lehet okunk panaszra. Ahogy a videóban is láthattad, a skalpolás is könnyen megoldható az XStation felületén, szóval ha még új vagy, érdemes mindenképp kipróbálni. Ha szeretnél demo vagy éles számlát nyitni, és ezt a videó alatti ajánlói linkemen keresztül teszed meg, akkor ezzel az én munkásságomat is támogathatod, amit előre is köszönök. Nincs más hátra, mint megköszönöm a mai figyelmedet, ha bármi kérdésed van a témával kapcsolatban, írd meg nekem itt kommentben, kérdezz, javasolj témákat, mondj véleményt, minden elérhetőségemet megtalálod a videó alatti leírásban. Szóval hamarosan találkozunk egy következő videóban, addig is jó kereskedés mindenkinek. Sziasztok!